A közgyűlésen az elmúlt évek eseményeiről, eredményeiről Lacik Dénesné elnök számolt be, míg az alapítványi munkáról Kuruc István, a kuratórium elnöke. A közgyűlésen mindketten leköszöntek és átadták a stafétát. Új vezetőség választás volt, nekünk lejárt a mandátumunk, és úgy gondoltuk, hogy miután már igazán sok fiatal van öreinkben, akkor sokkal jobb, hogyha átveszik ők a stafétát, és valószínű, hogy valamivel jobban is fogják csinálni, és nagyon sok sikert kívánunk nekik. A Karcagi Ipartestület Egyesület elnöke Kuruc István, az alapítványi Kovács Zsolt lett. A választás utáni iparos bálon a régi és az új vezetés köszöntője után Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor polgármester is szólt a jelenlévőkhöz. Én személy szerint is köszönöm Lacik Dénesné Erzsikének azt a energiát, amit karcagiparos létbe fektetett és összetartotta a közösséget, és a hős elődöknek is, akik itt ülnek az asztalnál, és akiknek a nyomdokaiban most egy fiatal generáció lép, óriási felelősségük van a vezetőknek. Nem csak azért óriási a felelősség, mert egy ipartestületet kell képviselni, azért is, mert Jász-Nagykun Szolnok vármegyében lehet, hogy még nem is tudják a karcagi pározók, de a nagykunság gazdasági teljesítmény az elmúlt két évben nagyobb ütemben nőtt, mint a járság, és ő járságban, amelyik a megyei iparosodottságának a több mint 40%-át adja Jászberény és Jászfényszorú térségében. Ott visszaesés, a nagykunságban pedig növekedés volt, és ez nagyrészt önöknek, iparosoknak köszönhető, hiszen az ipar teljesítménye határozza azt meg, hogy milyen a térség vonzereje, milyen az eltartó képessége. Igaz, hogy mezőgazdaságban jók vagyunk, és erős a mezőgazdaság, de a feldolgozottság szintje, az ipari termelés szintje mindig alacsony. Itt is várjuk az előrelépést, így aztán bízom abban, hogy mind a szakképzés, mind pedig a tanuló továbbképzése és az iparszerű munkára való fölkészítés is ott van az új vezetésnek az étlapján, és ott vannak azok a segítők, ott vannak azok a vállalkozók, akik hónapra veszik majd a térség felzárkózóban lévő gazdaságát, a hozzá felzárkózó fiatalokat, azt a tudást, amit csak a gyakorlatból tudnak elsajátítani, és minden segítséget felajánlok a magam részéről, és a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés részéről is, hogy akár az operatív programok tervezésekor, akár az oktatás, nevelés, képzés támogatásakor, akár pedig a szakképzés átalakításakor, akár a Karcagi Szakképző Centrumnak nyújtott megyei Topusz program támogatásának a tervezésekor is felelősségteljesek leszünk, és tudunk arról az igényről, amit a Szakképző Centrum megfogalmazott a vármegyével szembe, és kiállunk minden egyes forintért, ez a város érdeke is, és polgármester úrnak az érdekeivel is, a városnak, a városvezetőknek az érveivel is maximálisan egybecseng, és nyilvánvaló egy ilyen ünnepi alkalom kevés lenne ahhoz, hogy a megye teljes egészében megújító stratégiájáról beszámoljon, de el tudom mondani, hogy Karcagnak előkelő helye van benne, az M4-es építésével és a Karcagot elkerülő út építésével, iparterület fejlesztésével a vármegye is igyekszik segíteni az itt dolgozók munkáját, a munkahelyek megtartását, a jövedelmek stabilizációját és növekedését, úgyhogy várunk majd mindenkit szeretettel polgármester úrral azokra a fórumokra, amikor az iparterületnek a fejlesztéséről, az iparterületre való betelepülésről fogunk tájékoztatást adni, és mindenkinek nagyon sikeres gazdálkodást, nagyon sikeres üzletmenetet kívánok, és köszönöm, hogy itt lehetek, hogy ennek a körnek a bizalmából, a szeretetéből az egész vármegye tud meríteni mindenkinek jó bálozást, a frissen megválasztott vezetőségnek pedig kitartó munkát és segítő munkatársokat kívánok. Szepesi Tibor polgármester is megköszönte az előző vezetés munkáját. Szeretném megköszönni az előző vezetés munkáját, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy az iparosok, az IPOSZ fönnmaradjon, és tudom, hogy nagyon sokat egyeztettünk, jártunk különböző fórumokra, megbeszélésekre, azért, hogy ma egyáltalán itt lehessünk, és lehessen még arról beszélni, hogy egy új elnökség fog felállni, vagy állt föl a mai napon, úgyhogy mindenképpen köszönöm, és külön köszönöm elnök asszonynak azt a kitartó munkát, amellyel védte az utolsó bástyákat is, hogy azt mondjam. És természetesen gratulálok a megválasztott elnökségnek, az alapítványi elnökségnek, nagyon jó munkát kívánok, és természetesen én is felajánlom azt a
fajta együttműködést, amelyet az előző vezetéssel is megtettünk és megvalósítottunk. Én bízom abban, hogy folytatni fogjuk azokat a hagyományokat, amelyeket a nagy elődök, a közvetlen elődök letettek az ipartestület érdekében. Amikor jöttem a bárra, hogy készültem, akkor azon gondolkoztam, hogy egy átlag ember, tekintsünk el attól, hogy polgármesteri minőségben állok, mondjuk én mikor találkozok az iparossággal. Nyilván látjuk egymást úton, útfélen, integetünk egymásnak, de olyan nagyon bele se gondolunk, hogy mikor találkozik egy átlag ember egy iparossal. És aztán ugye rájöttem, hogy amikor készültem a fürdőszobába, akkor a csaptelepet egy vízvezetékszerelőnek kell szerelni, és ha valami probléma van, akkor hívni kell telefonon, és azonnal felveszi, hívni kell egy festőt, hívni kell egy hűtőgépszerelőt, egy mosógépszerelőt. Tehát gyakorlatilag nincs olyan része az életünknek, ha így magamra nézek, akkor nem vagyok egy konfekció mérete, ha veszek egy öltönyt, akkor az első út rögtön egy varrónőhöz vezet. Tehát nincs olyan része az életünknek, amikor ne találkoznánk közvetlenül egy iparossal. És olyan nagyon föl sem tűnik, hiszen olyan természetesnek vesszük azt, hogy rendelkezésre állnak, ott vannak, mellettünk vannak, végzik a munkájukat gyakorlatilag a nap 24 órájában. Úgyhogy önöknek köszönhető az, hogy Karcag él, virágzik, hogy azok az emberek, akik itt vannak közöttünk, az átlagpolgárok jól érzik magukat ezen a településen, hiszen van kihez fordulni, tudnak kihez fordulni segítségért, megoldani azokat a problémáikat, amelyeket olyan szakemberek képviselnek, mint önök is, akik itt vannak ezen a bálon. Az iparos bálon a jó hangulatról Farkas Judit zenész gondoskodott.